Köszönjük a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzatnak, hogy megálmodta ezt a projektet, a Hajdú Hagyományok Nyomában című projektet, és nagyon sok ember dolgozott azon, hogy sok-sok településen hasonlóan, hasonló előadások jöjjenek létre, mint ma itt Kabán, illetve más, például koncertek, úgyhogy várjuk is ennek a folytatását. Szoboszlói szuvenír. 2019-ben a Petőfi Irodalmi Múzeumban mutatták be először Csákányi Eszter, Jaskó Bálint, Takács Kati és Udvaros Dorottya előadásában. A látó folyóirat 2020-ban az év legjobb drámájának ítélte, és Jankovics díjjal kitüntette a színdarabot. Hallodilon, de szép is, mikor a nyári estét hegedűs iratja. A park mellőli pavilomból jön most a fürdő. De az is lehet, hogy a halás csárdából. Ott is húzni szokta a cigány, erre hozza a szél. Ugye ez volt Bandi kedvenc nótája. Szép, de szomorú. Most neked nehéz, tudom. Úgy simogatott sokszor azt a ládikát, mintha egy szírmos volna. Hallgassunk mást, olyat, amit te szeretsz fölteszek neked egy lemezt a gramofonra. Miről szól ez a darab? Ez a darab Adi Endre és Kíváncsi Ili, Varga Ilona, aki Hajdúszoboszlón élt, között kialakult titkos szerelmi kapcsolatot tárja a nézők elé, amely egyébként egy nem teljesült szerelem, hiszen Varga Ilona Élete utolsó pillanatáig hűséges volt a Andréhez, és őszinte szívvel szerette is őt, de a személyes találkozás soha nem jött létre. Ez elsősorban Ilinek volt köszönhető, mert Ili félt attól, hogy ez a varázs elillan akkor, hogyha esetleg személyesen találkoznak. Adi Andrének talán nem lesz annyira tetszetős a hölgy, vagy nem tudom milyen ehhez hasonló kérdések fogalmazódhattak meg benne. Úgyhogy ők levelezésekben kötődtek egymáshoz, a leveleken és a verseken keresztül érintkeztek és kapcsolódtak. Csak maradjon itt ez a csésze. Az este még bármi megtörténhet. Igen, igen. Bárki betoppanhat. Jó lesz az a csésze. Ön hogy került a darabba? Bielickiné Búzás Évike, aki a Hajdúszoboszlói Irodalom háza megalapítója, hiszen jelentős magánadományával hozzájárul ahhoz, hogy a szoboszlói irodalom élet egy intézménybe tömörülhessen. Ő már évek óta kört, a Főnix versmondókört vezette Hajdúszoboszton. Ennek a körnek én évek óta szintén tagja vagyok, és évikének jött egy ilyen gondolata, hogy Pap András szoboszlói író költő drámáját, amelyet a Petőfi Múzeumban 2019-ben be is mutattak, mutassuk be Hajdú Szubosztón is, és ő választotta ki az általa alkalmasnak vélt és gondolt jelölteket a versmondó tagjai közül. Ő keresett meg, és természetesen ez egy óriási megtiszteltetés, de nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, akik ebben a darabban részt veszünk, hiszen teljesen amatőrök vagyunk így azt kell, hogy mondjam, hogy a magunk gondolataira, elképzeléseinkre, tudásunkra, képességünkre hagyatkozunk. Az író papandrás ebben egyébként viszonylag szabad kezet adott, így aztán úgy áll a darab, ahogy a mi elképzeljük, és hogy bele tudjuk élni magunkat a különböző szerepekbe. Én sem bánok semmit. Zsönöregre trie. A jó Isten akarta, hogy így legyen. Szép tőled, Ilon, hogy kávéval vártál. Ismerős a csésze, Az asztal is nagyon. A székek is hozzávalók. Teljesen olyan, mint a debreceni bundában. Jaj, mennyit búsultam könyökölve ezen a parasztasztalon. Füstöltem és álmodoztam. Támasztottam a fejem a savanyú borral. Ujjaimmal meg a fogörcseit simogattam. Ismerős az úr. Még nem voltam ilyen szerepben soha, meg a színészkedés az távol állt tőlem, inkább a versmondás az, ami, ami nekem jobban fekszik, de ö, egy kihívást jelent egyébként, mert ö, teljesen új környezetben vagyok, új dolgokat kell csinálni, itt már nem csak arra kell odafigyelnem, hogy én most szépen elmondjak egy hangot, hanem egy kicsit játszanunk is kell, szóval kihívásnak mondanám ezt. Ez egy olvasószínház, így hatalmas, nagy színészkedést nem kell végeznünk. Az elején úgy próbáltuk ezeket a darabokat, hogy leültünk és akkor összeolvastuk a szövegünket, utána meg később már díszlet nélkül, de egy minimális díszlettel elpróbáltuk játszani a játékokat. A kájhába dobtam a naplomat. Szegény kis napló, mit vallottál neki? Szerelmet. És elégetted? El. És majdnem a leveleket is bedobtam a tűzbe. Talán kár lett volna. Mikor már minden mindegy. Holnap ugyanezekért a levelekért pénzt kapok. Nagyon sok pénzt a titkomért. Rosszabb ez, mintha a kájhába dobnám. Kíváncsi Illi, te drága szent, egyszer el kell jönnie a pillanatnak, mikor a dolgokat elengedjük. Ellökjük a csónakot a parttól, és a vízre hagyjuk magunkat. De az a pillanat mégsem most jött el. Ez az este az égi jel. Érzem, hogy nem szabad. Nem adhatom el. Nem adhatom oda. Megőrzöm titkunkat a sírig.